Hát üdvözlök itt mindenkit a Jak and Dexter legelső játéknak a második részénél. Hát nem húzom tovább a nagyon a szót. Igen, itt a kör a OK gomb, a X is az OK gomb, akkor a háromszög a vissza gomb. Jó. Load. Igen. Na jó. Nagyon szuper. Na akkor itt is vagyunk, ott vagyunk abban, hogy Rock Village-et és a körülötte lévő területeket ad a mocsarat, és ezt a repkedős területet is megcsináltuk, hanem nem emlékszem a nevére. Szóval most csak a boss fightunk van, mégpedig ott fönt azzal a nagy szörnyel. De azért gyorsan megnézzük. Rock Village, minden megvan, 7 darab szöcske és a tojás is megvan. Szóval mehetünk. Másfelé nem tudunk elmenni. Ja igen, meg a templom is megvan. Ugye a Vitality templom itt három terület volt, ahol lehetett menni. Úgyhogy volt elég terület. Mint egy kicsit hangosabbnak érezem a játékot. Hadd nézem csak. Sound. Pedig ugyanannyi van. Most nem érdelek. Jó, hát akkor... Nem tudom, nekem furcsa csak. Remélem ez a felvételben nem lesz különösen érezhető. There we go. Now be careful facing that monster lurker at the top. Wait! I'll stay here and protect Kira. Jack, I think you're ready to handle that monster without me. Oh, really heroic of you. Nagyon bírom, tényleg nagyon-nagyon jó kis átvezetőket csináltak nekik. Nem az a túlerőltetett poénos jó, néha vannak olyan jelenetek, de én nagyon szeretem. Ahogy már mondtam egy párszor, gyerekkorom egyik játéka volt, és én elkendődtem föl, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem a két karaktert is. A játékokat is szeretem. Az 1-2-3-at ugye arra gondolok. A Ratchet & Clank mellett. Na. Boss fight! Mindig lövöldözni fog. És ez a három platform körül mindig lövöldözni fog valamelyikre. Nekünk értem, hogy neki kell kerülni. Venni ezt. És sietnünk kell. Föl kell volna menni sárga a genyót. Pontosabban csináltam. Remélem, hogy sikerül. Arra nem szabad ráugorni. Itt kell maradni a végén. Nagyon jó. Most futás! Futás! Ah! Azt hittem, a középsőt elérem. Na, gyors elbasztam. Bocsánat, kedves nézők. Nem szándékoztam húzni az ütleteket. Na, nagyon jó. Még itt tudtam itt eldogálni. Oké. Jep, kárcsak meg. Nagyon jó, mehetünk vissza. Nem leszek olyan béna, jobbra ugrok. És már biztonságban vagyunk. Szerencsére, de elsüllyed. Milyen baromi meleg lehet itt.
érezhetően gyorsabban lövöldözik most már. Igen. Meg már raffináltak is bocsok. Okay. És most már hiányon a darabok belőle. Lépre megy még. Megkapod. Így lövöldödöm a tacskódat. Nagyon piba, nagyon piba. Hogy látjátok, most már írtatlan módon lövöldözik. Nem. Basszus. Pont ugortam volna vissza. Hát, nem vissza már. Hoppá, megint megvitted. Bocsánat. Kedves nézők, nem tényleg nem akarom elhúzni. Itt bénedek már az elején. Tök egyszerű egy boss lenne. Ja, én? Tudta. Ó. Oh. Ó, oh, elbasztam. Mindig a kamerán kívül marad az utolsó, és nem figyelek oda. És megpróbálok mind a háromra ugrálni, nem csak a kettő között válogatni. Látom. Kérem ide. Oké. Okay. Okay. Nagyon jó. Ne! Nyomtam! Nyomtam a dupla ugrást! Hát ezt nem hiszem el! Ah! Miért? Nyomtam duplán! Tekerjetek előre egy 15 perc, és ha nem, azt látjátok, hogy nem itt ugrálok, akkor megállítjátok a videót. Elkapnak te köcsög. Megleszel. Uáááá, én is tudom. Jó, nyitettem hangot mélyebb. Nem már ilyen pozisan oda, ahova pont ugrok. Nem jó. Uá, nem jó. Megint pudisan köpködött. Fogy már el! Oké. Okay. Egy életem van. Ujjaj. Nagyon sok hiányzik. Oké. Okay. Gyerünk, és megkapod. Gyerünk. Igen! Ugyan! Csodálom! Nem gondoltam, hogy egy ilyen szenvedés lesz. Great work! The people of Rock Village are breathing a collective sigh of relief. But
There's no time to celebrate. Use your zoomer to navigate the mountain pass up ahead. Be careful. It looks like the lurkers have rigged the whole pass with explosives. When you reach the volcanic crater, be sure to visit the Red Sage's lab and activate the teleport gate so that Father and I can join you. Okay. Oh my! Those lurkers must be headed for a detonator at the end of the canyon! If they reach it before you do, they'll blow up the entire pass! You've gotta beat them there and destroy the detonator, or it's all over! Sietni kell, oda lényeg. Sietni kell. Nem oda fölmegyek, itt megyek, itt megyek. Ügyes voltam, gratulálok. A buta fogtündér megint mindent elhagy. Lehet hatszor megnézni az udvarat! Nem érdekel, nem érdekel, nem akarok meghalni. Előbb kell odaérnem, mint ők érnének oda. Ajaj. Júj! Júj! Hú, a májas hurkáját! Hú, de nagyon közel volt. Jó, nem játszunk ilyet. Szépen óvatosan végigmegyek és majd utána. Ajaj. Mondom, óvatosan, óvatosan. Okay. Jó. Ne! Mi volt ez? Mi volt ez? Belecsúsztam. Oh. Ez nem az én napom, kedves lányok, kedves srácok. Nézzétek meg, még a fában is elakadom, hát nem hiszem el. Na, most meg leszek. Most meg leszek. Oké, ez is megvan. Oké. Nem már! Picsába. Nem, nem! Összes fát megnézem közelről, basszus. Nem megyek a szélére, kapja be. Nem érdekel, most itt vagyok el. Nem az a lényeg. Meg kell érnem időbe. Csup. Oké. We did it! We stopped them from blowing up the pass! Mi jártunk. Na most mehetek visszafele gyűjtögetni. Na most már. Meg vagyok nyugodva, nem kell sietni. Szépen ladán gyűjtögethetek. Így né. Vissza így fordulok. Szuper. Két darab szomjuk, akkor ezek szerint megvan. Látni fönt még egyet, de viszont tudom, hogy ez csak később lehet elérni, hát nem hiszem el. Kamera, kamera! Júj! Ne csináld ezt! Oké. Okay. Szóval nem tudom, hogy mennyire tudok visszahaladni. Na, ott az a kis panel, ja, a jobb oldalt láttátok, ott fog majd kinyílni nekünk, és alá tudunk jutni oda Power Core-ért. Azt is nagyon-nagyon sokáig kerestem, hogy a fenébe lehetett megcsinálni. Szóval, amikor egy kicsit kezdtem már érteni angolul, akkor teljesen tudjuk, mit mondanak. Oké, okay. Csak egy maradt. Csak egy maradt. Oké. Okay. Ez szerint akkor minden megvan, ugye? Elvileg.
végén kapok akkor egyetetek szerint. Meg akkor eldugott egy darab bért, még őt bég, nem bele. Tudom, hogy beszélni fog tűnni. Megyek. Nem kell itt már sietnem. Megyek előre. Éppen majd odaérek. Hát igen, nem nagyon kéne neki menni ezeknek. Vagy úgy fáj! Most mondtam. Hát nem hiszem. Fog tudni. Ez nem a te napod. Ha esetleg a megszokottól kicsit szokatlanul fogalmazom meg a mondatokat, vagy próbálok valamit mondani, az azért van, mert pont imént egy Senshi végijátszást néztem, egy magyar YouTube-os, én ajánlom nektek, mert nagyon jó a munkássága. Szerintem minőségi tartalmakat csinál, nem 100 000 feliratkozó számmal rendelkezik, de nem is ez a lényeg, szerintem. És én rengeteget tanultam tőle, az angol tudásomnak szerintem a 80%-at tőle tudom, és akaratlanul is néha átjönnek az ő által használt mondatok, úgyhogy tényleg elnézést kérek, nem próbálom lemásolni meg semmit, csak tényleg akaratlanul annyit néztem már bizonyos végijátásait, hogy csak úgy jönnek azok a szavak, amiket ott hallottam, úgyhogy elnézést. I always wonder if I'm losing body parts in those things. Holy yakow! The Red Sage's lab looks worse than the Blues. Well, it definitely looks as though there's been a struggle here. I'd hardly call it struggle. Would you, dear sister? Certainly not. The Red Sage gave up with so little effort. No fun at all. Gaul? Is that you? You've finally gone off the deep end, eh? And Maya, I told you the Dark Eco would affect you both. Nobody ever listens to old Samos. What have you two done with the Blue and Red Sages? Don't worry about your colorful friends, you old fool. They're perfectly safe in our citadel. Our special guests. They have graciously agreed to help us on a little project. You were wrong, Samos. Dark Eco can be controlled. We've learned its secrets, and now we can reshape the world to our liking. You can't control Dark Eco by itself. Even the precursors. Until now, we've had to scrape by with what little Dark Eco we could find near the surface. But soon, we will have access to the vast stores of Dark Eco hidden deep underground. Not the silos! Yes! The silos. They will be opened, and all the Dark Eco of the world will be ours! But that's impossible! Only a precursor robot. Oh, don't look so upset, Samos. We've got big plans for you. Wait a minute! That was Gaul? The same Gaul who's supposed to change me back? Gaul is the guy trying to kill us? I'm doomed. We may all be doomed. If they open the silos, the Dark Eco will twist and destroy everything it touches. We simply must get to their citadel to stop them. The fastest way there is through the lava tube at the bottom of this crater. A few more power cells and your Zoomer's heat shield should get you across the lava safely. All right, my boy. You know what to do. Take the flea bag and go round up more power cells. Na, az előbbi emberke, ugye, aki érdekesen tudott csak beszélni, meg a nő címe lett, aki eldugott esvére, jól értettem,
Na ők a főgonoszok, és pont ők lettek volna azok, akik tudtak volna változtatni Dextert, ugye az eredeti formájába, az ember formájába. Hát de így nem igazán fog szerintünk megvalósulni. Ó, ki tudom fizetni. Seek the pure light, for within its flame the answers reside. You can gain my power cells by bringing 120 precursor orbs for each. Darab, ugyanúgy. You have obtained another power cell. Mielőtt valaki mondaná, hogy esetleg gyorsan oda lehet ugrani, vagy valami fölvenni, ha jobban megnézitek, lehet látni. Bár mondjuk ennél pont nem, az a vicces. Jó. Az összes többinél az a lényeg, hogy van egy ilyen üveg rajta, amin keresztül nem lehet fölvenni, nem tudom, hogy miért nincs. Hát így elfelejtették. Szóval Dexter nem egészen valószínű, hogy vissza fog változni. Hiszen pont ők a fő ellenségek, a játékban a fő gonoszok. Oké. Mennyi maradt? 230. Hát... meglátjuk. Lesz két barátságos arc, akikkel itt még tudunk beszélni. A világ legnagyobb gyémántját, vagy nem is tudom milyen kristályát próbálják itt kibányászni. Tényleg szép nagy. Egész pofás kis hely. Na beszéljünk velük, hoppá. Kör. Hey Gordy, I think we got visitors. You think, Willard? Howdy, strangers. Passing through. Us too. Well, we gotta be moving on. Nothing to see here. I thought you said this was a priceless gem worth... Willard! Actually, we want power cells, not gems. We got four of them. Bocsánat a felugró kis ikonért. What bird brain here is trying to say is, we may have a few power cells laying around. And we might be willing to part with them for 90 orbs each. Where have I heard that before? Hey, how do you two geniuses expect to get that big gem out of here anyway? Well, smarty pants, we got 12 more years of digging to figure that out. Gordy, wouldn't it take less time if you dug too? Power cell-eket adnának nekünk, és ha minden igaz, itt látjátok 4 darab van, az 4x90. És hát annyi nincs nálam, szóval ide majd vissza fogunk egyelőre még jönni. Azért még vissza kell majd jönni. Hoppá. Másik gomb, azt mondja, hogy... I've reactivated the gondola. It can take you to Snowy Mountain. Use it whenever you want. Akkor fölmegyünk a hegyre. Szóval kötélfizikát nézzétek meg majd. Itt mindjárt. Tök érdekesen van így megcsinálva. Most. Így húcs. Kis vites. Hogy tudott így irányt változtatni így hirtelen, meg megint itt. De nem baj, nem ez a lényeg. Na, megérkeztünk. Megérkeztünk a hegyre. Brutálisan nagy a hó, az a lényeg. Ezek itt végtelenségig fognak jönni itt a hóból. Szóval felesleges is velük, sok szerint. Harcolni. Igen. Akartam is mondani, hogy az a vigyázni kell, a tüskés lesz. Csak pont benyomta a tüskét, amikor már nyomtam az ütegyű gombot. Ide ezért jöttünk le. Nagyon jó. Oh, hello. Kérem vissza az elveszett életerőmet.